Sziasztok! Olteró vagyok, és mindenkit szeretettel köszöntök itt a csatornán. Remélem mindenki jól van. Most a júniusi heti taróját fogom nektek elmondani, és az 10-től 16-ig lesz majd érvényes. Még mielőtt nagyon belemennénk, el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos tisztába lenni az idősíkokkal, mert ezek nagyon fontos dolgok. Általában a legvalószínűbb idősávot mutatja a kártya, de nem csak kártya mutathatja, nyilván bármilyen pszichikus képességgel dolgozom valaki, mindig a legvalószínűbb idősávot fogja látni vagy érzékelni. Ezek nagyon könnyen változnak, nagyon könnyen át tudunk térni egy másik idősávra. Általában nyilván, hogy itt most a többségre húzok lapokat, tehát valószínűleg nem mindenkire fog ez így érvényes lenni, de azért elég sok mindenkire érvényes lehet, tehát átléphetjük az idősávokat is, és azért nagyon fontosak a személyes elemzések, mert nagyon sok egyéni dolgot is megtapasztalunk. Persze vannak kollektív dolgok, kollektív karma jellegű dolgok is még mozognak és dolgoznak bennünk, és ezek nagyon fontosak, és természetesen létezik kollektív is, szóval azért nem mondom, hogy csak egyéni dolgok léteznek, de azért az individualitás nagyon fontos ennek a korszaknak, amiben most élünk, ezért nem csak kollektíva élünk meg dolgokat. Az idősávokkal kapcsolatban azt nagyon érdemes így tudni, hogy azt mondják, hogy 2012 óta sokkal több idősáv jött szóba, és előtte sokkal könnyebb volt megmondani dolgokat, és hogy egy ideje nagyon-nagyon sok dolog közül választhatunk, és ahogy feloldjuk a blokkjainkat, meg ilyen-olyan dolgainkat feloldjuk, annál több idősávunk lesz számunkra lehetséges, tehát aki sokkal oldottabb, annak az életébe sokkal több minden szóba jöhet. Akik sokat hallgatták már a videóimat, azok jól tudják, hogy amiket készítek videókat, inkább egy ilyen önismereti elemzés jelleget képviselnek, tehát egy kicsit más jellegűek, mint amit megszokhattatok. Számomra nagyon fontos a tudatosság, és ezért egy kicsit úgy is állítom össze a dolgokat, hogy e felé vigyem minket, hogy inkább kiteljesedjünk, mint bármilyen dolog, mert hiába nézzük a jövőt, egyrészt az idősávok miatt nagyon-nagyon eltolódhatnak dolgok, a másik dolog, hogy alapvetően mi teremtünk, mert ez egy, hát mondhatjuk azt is, hogy egy szabad akarat univerzumában élünk. Persze vannak korlátok, mert nem igaz, hogy nincsenek, de azért a szabad akarat is létezik emellett. És ennek a kettősége érvényesül az életünkbe, és ez a kettőség úgy oszlik el nagyobb vagy kisebb mértékbe, hogy mennyire vagyunk mi blokkoltak. Tehát, hogyha kevésbé vagyunk blokkoltak, sokkal jobban érvényesül a szabad akarat. Szóval ezek nagyon fontosak, hogyha kártyával foglalkozunk, vagy ilyen-olyan videókat nézzünk, mert nyilván hatással van ránk így a világ, ami körbevesz minket, és ezek ilyen törvényjellegű dolgok, ilyen univerzum törvényei, mondhatjuk így is. De akkor nézzük is meg, hogy milyen kártyákat láthatunk itt, és itt van az ítélet, a kardok 8-as, a botok 6-os, a nap és a diadalszekér, meg az uralkodó. Alapvetően itt egy nagyon pozitív kirakás van, persze itt mutat egy megoldandó feladatot, és ezt a 8-as kardok képviseli. Ez azt jelenti, hogy beköszönhet számunkra a siker, egy abszolút siker az életünkbe, és ez egy nagyon-nagyon erős töltéssel rendelkező dolog, viszont abban az esetben, hogyha meg tudjuk oldani itt a rejtett kis dolgainkat, és meg tudunk bocsájtani is, ami az ítéletkártyája kapcsolatos itt a megbocsájtással. De még gyorsan elmondom itt a lényeget a kardok 8-assal, mert utána fogjuk látni, hogy hogyan fog működni ez a megbocsájtás, és hogy miért kell igazából megbocsájtani, és hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani, és akkor így hogyan jöhet majd be az életünkbe a siker, az egészség, a teljesség, amire igazából mindannyian vágyunk. És erről fog szólni igazából ez a
kirakás, de megvan az esélye nekünk, hogy mi manifestáljunk dolgokat, létrehozzunk dolgokat, meg minden egyéb, és tök jó dolgok történjenek az életünkbe, de ehhez bár dolgot azért meg kell oldani. És ez a dolog, amit nekünk most meg kell oldanunk, az a hitrendszerek lebontása. Szerintem sokan küzdünk ezzel, szóval ez egy tényleg egy általános dolog, hogy sok olyan mondatot mondunk saját magunknak, ilyen gondolatokat, hogy ezt nem lehet, az sem lehet, akkor nem engedhetem meg magamnak, vagy nem szabad, és rengeteg ilyen hitrendszerszerű gondolkodás van az életünkben, amit örököltünk akár családtól, de tök mindegy, nem hibáztathatjuk senkit, hogy belénk neveltek valami dolgot, mert igen, nagyon fontos a megbocsátás, az elengedés, szóval senki sem tehet semmilyen gondolkodással kapcsolatban, hogy az miért van. Az a lényeg, hogy mi most meg tudjuk ezt oldani, és el tudjuk engedni. Szóval a hitrendszerek alapvetően bennünk vannak, és minden társadalom, környezet, időszak mindig megteremtette a saját hitrendszereit, ami ugyan akadályozták őket, hogy megvalósítsák a dolgaikat, manifestáljanak. A hitrendszerekkel ugye az a baj, hogy ezek olyan, mint egy ilyen filter, hogy eltorzítja a valóságunkat, és a másik az, hogy félünk is, ugye a félelem miatt meg másra koncentrálunk. Amúgy a félelem egy nagyon alacsony érzelmi minőség, és általában úgy ilyenkor bepánikulunk azonnal, ilyen-olyan dolog, és nem éppen olyan dolgokra kapcsolódnak fel, hogyha így megvan a félelem. Szóval ami félelem alapú, az általában hát elzárja a kreatív csapunkat, ami legbelül van, és ezért nem fogunk tudni fölcsatlakozni, és nem fogunk tudni manifestálni, mert ugye ki kell nyitni ezt a belső kreatív csapot, amivel észrevesszük a lehetőségeket, és meg tudjuk őket lovagolni. Ugye itt van a botok hatos. Talán mindenki számára világos, hogy milyennek a hitrendszerek, és hogy ezek miért nem olyan jó dolgok, de érdemes ezen így elgondolkozni, hogy mik azok a gondolatok, amivel megállítjuk a saját teremtésünket, vagy olyan önszabotást követünk el olyan mondatokkal, amik igazából megakadályozzák a céljainkat, hogy elérjük, meg ugye a félelmek ugyanúgy megakadályozzák a céljainkat, és ráadásul nem jó dolgokra csatlakoznak fel. Hogyha valami félelem alapú, akkor már tudhatjuk azt is, hogy nem működik. Általában az szokott a sötétebb tartalmakhoz csatlakozni, és azért fontos nagyon a megbocsájtás, és itt jön szóba az ítéletkártyája, mert hogyha meg tudunk bocsájtani, és ezeket a negatív mintákat elengedni, a traumáinkat, a fájdalmakat, meg minden egyéb, akkor a szeretet lép helyébe, és a szeretettel mi a legmagasabb szintekre fogunk fölcsatlakozni. Amikor ez megvan, akkor önmagunkkal találkozunk igazából, tudjuk mi a szívünk vágya, és akkor elkezdjük a szívünk vágyát manifestálni, jönnek a kreatív ötletek, mert a lelked üzenni fog rengeteg mindent, és egyébként ez is az intuíció, szóval, hogy közelebb kerülünk önmagunkhoz, annál jobban megnyílik ez az intuíció, ez mindenki számára adott, hogy legyen intuíciója. Az intuíció olyan, mint egy ilyen ösztön, egy újabb képesség, vagy legalábbis olyan dolog, mint bármelyik érzékelésünk, a tapintás, látás, szaglás. Ez egy ösztönös képesség, mindenki számára adott, ez egy természetes képesség, csak nem fejlesztjük ki, mert nem ilyen a berendezkedésünk gyerekként, elfelejtődnek ezek a dolgok, mert másra nevelnek minket. De viszont megvan a lehetőség arra, hogy ezt egyébként újra kinyissuk, és ezért érdemes egyébként intuíciós dolgokkal foglalkozni, vagy tanulni. Szóval általában ezek olyan gátak, amit mi képzeltünk el maguknak, ezek a hitrendszerek, meg hasonló dolgok. Igazából mi meg vagyunk ijedve, és közben semmilyen veszély nem fenyeget minket.
Ennek ez a lényege, és hogyha megbocsájtunk és elengedünk, és a sérelmeinkön túl megyünk, akkor nem leszünk áldozatmentalitásban. Hogyha áldozatmentalitásban vagyunk, akkor nem tudunk igazából megbocsájtani, nem tudunk elengedni, és az energiáink olyan dolgok felé mennek el, amik nem tudnak teremteni. Egyébként csak mellékesként megjegyzem, hogy ezzel szokták elrontani a manifestációt legtöbbször, a kapcsolati manifestációt, meg minden egyebet, úgyhogy ha van valami ilyesmi, akkor már sejthetitek, hogy akár erről is szó lehet. Hogyha a lecke be van, meg van oldva, be van tanulva, meg minden egyéb, akkor valószínűleg megélhetünk egy nagy sikert, győzelmet, és hát nagyon pozitív lap egyébként a botok hatos, a nap és a szekér is, a szekérhajtó, és mindegyik egyébként a sikert jelenti. És természetesen ki kell egyensúlyozni itt a dolgokat a szekérhajtónál, szóval azért a gyeplőt tartani kell, és ez azt is jelenti, hogy folyamatosan kell dolgoznunk magunkon, az önismereten, meg minden egyeben. Szóval azért ott nem engedhetjük el a gyeplőt, mert ez egy folyamatot kíván meg, ugye? És lezárásként azt mutatja, hogy ennek eredményeképpen egy belső biztonságot élhetünk meg, és ez külső dolgokba is meg fog látszódni, tehát anyagiak, vagy bármilyen olyan terén, ahol megélhetjük ugye a biztonságérzetünket. Általában a biztonságérzet az belülről fakad, tehát hogyha szeretjük önmagunkat, és egy szeretettel élünk, egy ilyen szeretet árad belőlünk, akkor megvan a belső lelkünk központjával a harmónia, akkor belép a biztonságérzet is az életünkbe, másrészt pedig jönnek az ötletek, amik teremtő erejűek lesznek, mert nyilván ez egy ilyen belső rendszerként fognak működni. Tehát nagyon pozitív dolgokat mutatott ez a kirakás erre a hétre. Én azt gondolom, hogy tök jó lesz mindenki számára, mert így legalább kiderülnek a hülyeségeink, de cserébe kapunk tök jó dolgokat, mert ezzel meg úgymond sikert és jó dolgokat fogunk magunknak vonzani. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, mert nyilván én is látom, hogy mennyire érdekel titeket a heti taró, vagy a havi taró is, vagy bármilyen taró, és még lesznek ilyen jellegű videók, de más jellegű videók is, például intuícióval kapcsolatos videók, hogyha szeretnétek így magatokat fejleszteni, akkor tök sok tipp lesz majd még. És hogyha frissen szeretnétek értesülni ezekről a videókról, akkor iratkozzatok fel, és tényleg köszönöm szépen a figyelmet, most ennyi lett volna. Tök jó, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!